Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár asszony. Amikor a Fidesz-KDNP kormány 2010-ben megkapta a lehetőséget az ország irányítása vonatkozásában, akkor egy nagyon komoly gazdasági csőd közeli állapotban vehettük át az ország irányítását. Ezt mindannyian tudjuk, emlékszünk azokra a nehéz időszakokra. Azóta azt kell mondjam, hogy számtalan kihívással találkozott a Fidesz-KDNP kormány az elmúlt 12 évben. Utalnék itt csak néhányra, bár mindannyian megéltük ezeket. Többek között a Vörösiszap katasztrófa, a Dunai árvíz óriási puszító ereje, ugye a világjárvány az elmúlt 2 évben. Senki sem várta, hogy ez be fog következni, és bekövetkezett. És most a szomszédságunkban dúló háború, amelynek nagyon-nagyon komoly gazdasági, társadalmi, diplomáciai, politikai, biztonságpolitikai hatásai vannak. Természetesen rendkívül sok veszélyt hordoz mindez önmagában, mind egész Európára, mind Magyarországra is. Tehát próbatételek során halad a kormány, és a kérdésem, interpelláció arra vonatkozna, hogy hogyan tudja azt a megkezdett gazdaságpolitikát, és azon belül is egy kiemelt családpolitikát folytatni, a család támogatási politikát folytatni a kormány a jelenlegi válságok közepette, a jelenlegi háború negatív hatásait látva. Mi a kereszténydemokrata néppárt frakció részéről örömmel halljuk a kormány különböző nyilatkozatait, és látjuk a költségvetés tervezett kereteit és számait. Mégis arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan alakul a jövő évben a családok sorsa, mit várhatnak, milyen támogatásokat a kormányzattól, hiszen nagyon sok olyan támogatás érte a magyar családokat, amely azt kell mondjam, hogy példaértéki, egész Európában egyedülálló. És a KDNP a családok pártja, és tudjuk, hogy a gyermekek jelentik a jövőnket, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minden lehetőséget teremtsünk meg annak érdekében, hogy a magyar családok méltó és kiszámítható jövőt kapjanak a kormányzattól, és a támogatások ne szűküljenek, hanem bővüljenek. Ezért tisztelettel kérdezem államtitkár asszonyt, hogy milyen konkrét tervei vannak a kormányzatnak a család támogatási rendszer megerősítésére és folytatására. Válaszát erőre is köszönöm. Köszönöm szépen, Szűnicska István, frakcióvezetőnek. Válaszadásra megadom a szót Pitályos Eszter államtitkárasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Ahogy a régi mondást tartja, induljunk a kályhától. Ez a kályha a mi felfogásunk szerint az otthon melegét és a családok békéjét jelenti. Ezt kell biztosítanunk Magyarországon a családok megbecsülésével, a kiadásaik csökkentésével. Ez békét, biztonságot és tervezhetőséget eredményez. A 2010-ben végrehajtott családbarát fordulat óta évről évre azon dolgozunk, hogy Magyarországon könnyebb legyen családot alapítani, gyermeket vállalni, gyermeket nevelni és otthon teremteni. Az alaptörvényünkben is rögzítettük a család, a gyermekvédelmét, a családtámogatások jelentős része már magzati kortól is igényelhető. A bevándorláspárti politikával szemben mi a belső erőforrásokra támaszkodva kívánjuk megfordítani a demográfiai tendenciákat. Tisztelt frakcióvezető úr, a tisztelt ház előtt fekvő költségvetés alapján látható, hogy ígéretünket most is és a jövőben is megtartjuk, a meglévő ellátásokból nem veszünk el. A családokon válság idején sem spórolunk, ahogy ön is említette, a veszélyek korát éljük, de ezekből a céljainkból nem engedhetünk. Ezért a költségvetés 2023-ban mintegy 3225 milliárd forint forrás biztosít a családok támogatására. Ez közel 450 milliárd forinttal magasabb, mint a 2022-es költségvetésben szereplő támogatások összege. 2010-hez képest közel 3,5-szer többet fordítunk a családokra. A családokat és a fiatalokat az adórendszeren keresztül is kiemelten támogatjuk. A családi típusú adózásnak köszönhetően egy 3 gyermekes átlagos jövedelmi család lényegében nem fizet személyi jövedelemadót. A 4 gyermekes édesanyák számára élethosszíglani SZIA-mentességet biztosítunk. 2022. január 1-től pedig a 25 év alatti fiatalok is mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A költségvetés jövőre több mint 495 milliárd forintot biztosít a lakástámogatások folytatására, jövőre
tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás mértéke. 2023-ban már mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Ez mintegy 70 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. A tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé vált a 20-21-es tanévtől. Erre a célra több mint 13 milliárd forintot fordít jövőre is a kormány. A komplex bölcsődefejlesztés eredményeként 22 év végére minimum 70 ezer férőhely lesz teljesen kész vagy építés alatt. A családbarát kormányzásnak hála 2010 óta Európában nálunk nőtt a legjobban. A gyermekvállalási kedvet mutató termékenység iráta nálunk nőtt legjobban. A házasságkötések száma az Európai Unióban utoljára 1986-ban kötöttek több házasságot, mint 2020-ban. 2010 és 2020 között megduplázódott a házasságkötések száma. Egyre több gyermek születik házasságban, és egyre többen döntenek a nagycsaládos életmód mellett. 6 évtizedes mélyponton van a válások száma, egyre kevesebb az olyan típusú válás, ahol kisgyermek is van a családban. Munkánknak azonban közel sincs vége, azért fogunk dolgozni a jövőben is, hogy a meglévő családtámogatásokat megtartva, az elérhető lehetőségeket bővítve olyan komplex családtámogatási rendszert működtessünk, amely példát és irányt mutathat egész Európában. Mi ugyanis abban hiszünk, hogy a magyar jövő a magyar családokban van. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Vitályos Eszter államtitkárasszony. Megkérdezem, a frakcióvezető urat elfogadja az államtitkárasszony válaszát. Igen, tisztelt elnök úr, elfogadom, megnyugtató volt hallani államtitkárasszony szavait, hogy a kormány továbbra is prioritásként kezeli a családok támogatását, a gyermekvállalás ösztönzését, és valóban a jövőt a magyar családokban látja. Számunkra ez kiemelkedően fontos, és én azt hiszem, hogy a magyar családok ezt érzékelik. Egyre többen látják azt, hogy nehéz időszakban csak is kizárólag a Fidesz-KDNP kormányra és az ő családpolitikájára támaszkodhatnak, és segítséget nyújt a kormány minden magyar családnak. Én örülök annak, hogy ilyen háborús időszakban is ennek az elhúzódó háborúnak is a káros hatásait próbálja egyrészt rezsivédelmi alappal, másrészt honvédelmi alappal kezelni a kormány, és ugyanakkor pedig növekvő családtámogatásra tekinthetünk a jövő vonatkozásában. Köszönöm szépen, megjutottó válaszát elfogadom. Köszönöm, Simicskó. Köszönöm.